Bálicester a Pannon Zenebaláti Kör elnöke. Újszerű kezdeményezéssel lép be a város életébe a Pannon Zenebaláti Kör. Szeptemberben péntek, szombat, vasárnaponként erkély zenét adnak majd a pécsi művészek, pécsi zenészek. Honnan jött az ötlet, és mit is takar ez pontosan? Az ötlet már korábbi egy-két évvel ezelőtt megfogalmazódott bennünk, viszont az Európa Kantát, ami 2015-ben lesz, adta meg az indítatást, hogy most akkor tényleg bele kellene vágnunk. Szeretnénk kivinni a zenét a városba, a szabadba, tehát hogy ne csak koncerttermekben és zeneiskolákban hangozzon el, vagy akármilyen rendezvényen, hanem kint a szabadban is bárki hozzáférhessen. Hogy álltak a pécsi zenészek, a pécsi művészek ehhez a kezdeményezéshez? Hát tiszteletre méltó, le a kalapot előttük, mert ők tényleg önkéntesen, szívességből vállalták a szereplést, és csak a zene és a város iránti elkötelezettségből. Milyen jellegű zenéket, milyen jellegű zeneműveket hallhattak majd a pécsiek? Hát többnyire fúvózenét, de lesz kóruszene is, és természetesen a Facebookon meg a hírekből hallani fogják majd, hogy milyen programokra készülünk. Ugye pécsi zenészekről, pécsi művészekről van szó. Nem morcosak azok, akik kimaradtak? Ez jó kérdés. Mindenkinek lesz alkalma arra, aki szeretne szerepelni. Ha most ebben a szeptember hónapban nem is, de később, amikor ennek lesz folytatása, mert várhatóan ez jól sikerül, akkor természetesen szeretnénk őket is felkérni.